Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jele Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Hamarosan véget ér az első szakasz, október 17-től számláló biztosok keresik fel a háztartásokat. Idősek napja Szekszárdon színházi előadással köszöntötték a szépkorúakat. Bursza Hungarika pályázat, Bátaszéken is várják a fiatalok jelentkezését. Elkapták a román embercsempészt, két indiai és három afgán férfit szállított az autójában. Október 17-től kezdődik a népszámlálás személyes lekérdezési szakasza. A november 20-áig tartó időszakban számláló biztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek elmulasztották az online kitöltés lehetőségét. A szekszárdi polgármesteri hivatalban egy sajtótájékoztató keretein belül hívták fel a lakosság figyelmét több fontos információra. A népszámlálás rövidesen kezdődő személyes lekérdezési szakaszával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Ugyanis nem egészen egy hétig lehet még online kitölteni a kérdőívet. Aki vasárnapig nem él ezzel a lehetőséggel, a személyesen keresik fel a számláló biztosok október 17-e és november 20-a között. A lakosságot arra szeretnénk felhívni, hogy a házszámtáblák kihelyezése az ebben az időszakban most ugye különös jelentőséggel bír, hiszen majd oda kell találjanak ezek a számláló biztosok a megadott címekre, ugye akik nem éltek az online kitöltésnek a lehetőségével, úgyhogy az ő munkájukat is kérem, hogy ezzel segítsék. Egy másik fontos dologra is figyelmeztetett a sajtóreferens. Egyes információk szerint már csalók is rátelepedtek erre a népszámlálásra, ezért azt is szeretném mondani, hogy a számláló biztosok egy külön erre az alkalomra kiállított igazolvánnyal rendelkeznek. És semmilyen vagyoni helyzetre és bankszámlaadatra vonatkozó kérdést nem tesznek fel, ahogy a kérdőív sem tartalmaz ilyen jellegű kérdéseket. A népszámlálási kérdőív kitöltése mindenki számára kötelező. Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21 és november 28-a között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az Oroszország elleni szankciók károkat okoznak az európai turizmusban, mondta Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő a Facebookon közzétett videóban. Közölte, a nemzeti konzultációban arról is feltesznek egy kérdést, hogy mit gondolnak a magyar emberek azokról a szankciókról, amelyek a turizmust sem kímélik. A szankciók károkat okoznak az európai turizmusban is, amely egyébként sincs könnyű helyzetben a járvány utáni időszakban. A beutazási korlátozások miatt jelentősen visszaesett az Oroszországból érkező turisták száma. Az intézkedés Magyarországot is érinti, különösen annak figyelembevételével, hogy a külföldről érkezők száma még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. Olyan ágazatról van szó, amely hazánkban több százezer embernek ad munkát. Kérjük, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, és mondják el véleményüket erről a kérdésről is. Szekszárdváros önkormányzata ingyenes műsort szervezett a megyeszékhelyen élő 65 év feletti szépkorúaknak az Idősek Világnapja alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Peller Anna és a Medinai Tambura zenekar műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme, ugyanis Szekszárdon hosszú évek óta hagyomány, hogy októberben rendezvényel köszöntik a szépkorúakat. Az időseknek szóló eseményen minden 65. életévét betöltött szekszárdi polgár ingyenesen vehetett részt. Mindig jövök a feleségemmel. Köszönjük. Hát ugye 77 éves vagyok, ez nekem egy boldog születésnapot, mert jövőre, illetve jövő hónapban pont 77 éves is leszek. Az eseményen Peller Anna előadó és a Medinai Tambura zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Hát ennek örülünk végül is, mert legalább kimozdulnak, mert nagyon sok öreg mit csinál, leül. Tévét néz, így szörfözik a tévén, aztán kész. És akkor itt fáj, ott fáj, és ha legalább felöltözünk, szépen kiöltözünk. Társaságba találkozunk, osztálytársakkal, ha más nem, itten találkozunk, és nagyon jó ez a program, hogy a város ezt elindította. Nem vagyunk hajlandók lemondani arról, ami minden közösség alapja kell, hogy legyen,
az idős tagjaink megbecsüléséről. Gyurkovics János alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az a társadalom, amely a legbölcsebb korosztályok tudására épít, saját, s majd unokáinak, dédunokáinak jövőjét alapozza meg. Most hát 2022-ben ismételten megtartjuk az idősek világnapját. Az igaz, hogy dátum szerint október 1-én van, de nekünk szervezési okokból ez az október 11-e volt a legalkalmasabb és a legjobb megoldás. Örülünk annak, hogy színvonalas fellépőket tudtunk szervezni, és a másik része a dolognak, hogy a regisztrációval is meg vagyunk elégedve. Viszonylag, ahogy itt bepillantottam, a teremben már elég sokan vannak, és az az információ ma délutáni programra még többen jelentkeznek. Az alpolgármester hozzátette, hogy 2022. decemberében immáron 6. alkalommal karácsony közelettével ismételten megajándékozzák a 62 éven felüli szekszárdi polgárokat. Az igénylés a korábbi évekhez hasonlóan idén is regisztrációhoz kötött, október 14-ig várják a jelentkezőket. A Bursa Hungarika pályázat a továbbtanulásban támogatja a fiatalokat. Az önkormányzatok által nyújtott anyagi segítség mellé állami támogatásra is számíthatnak a diákok. Bátaszéken az elmúlt években átlagosan 20 tanuló vett részt a programban, amire idén ismét lehet jelentkezni. A Bursa Hungarika egy olyan pályázati rendszer, melyben hátrányos helyzetű rászoruló diákok kaphatnak támogatást, akik nappali tagozatos teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulnak. Bátaszéken az elmúlt évek statisztikája azt mutatta, hogy átlagban 20 kérelmező fordult az önkormányzathoz a támogatásért. Ez alól az elmúlt esztendő volt kivétel, akkor lényegesen kevesebben nyújtották be igényeiket. Ebben az évben is arról döntött a képviselőtestület, hogy 1.600.000 forintot különít erre a pályázatra, az ösztöndi pályázatra a jövő évben. Olyan diákok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat, ők azonban csak azután kapják meg a támogatást, hogy bekerültek a megjelölt felsőoktatási intézménybe. Fontos feltétel, hogy a pályázati kiírás szerint azok lesznek jogosultak, akiknél a családban az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a 128.250 forintot, árva, félárva, illetve tartósan beteg esetén, tehát hogyha családban van tartósan beteg, akkor pedig a 142.500 forintot nem haladja meg az egyfőre jutó. A pályázat beadási határideje november 3-a, és a képviselőtestület úgy döntött, a Város Szociális Bizottsága dönt majd a pályázatról december 5-éig. A város által odaidélt összeg mellé a magyar állam minden győztes pályázó esetében maximum havi 5000 forinttal járul majd hozzá a támogatáshoz. Meghaladta a 200 000-et az illegális határátlépési kísérletek száma az idén, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azzal kapcsolatban, hogy a kormány közzétette közösségi oldalán az év első 9 hónapjának adatait. Október 5-éig 194.040 illegális határátlépést regisztráltak. Bakondi György rámutatott, tavaly ugyanebben az időszakban 86.547, az egész évben pedig 121.956 határsértőt tartóztattak fel. A főtanácsadó szerint az adatok igazolják, hogy a 2015-ös határsértő mozgáshoz hasonlítható a mostani, nem csak a szerb-magyar határszakaszon, hanem az egész balkáni útvonalon. A dinamikus növekedésről szólva azt hangsúlyozta, a határsértők nagy csoportokban gyakran erőszakosan lépnek fel, és nem csak a védelmi berendezésekben tesznek kárt, hanem egymással is küzdelmet folytatnak, különösen a magyar határ térségében, Szabadka mellett. Emlékeztetett, ott több fegyveres összetűzés is történt, embercsempészbandák csaptak össze annak érdekében, hogy egyeduralkodói lehessenek a térségnek. 5 illegális migránssal az autójában fogták el a Tolna megyei rendőrök azt a román férfit, akit az M6-os autópálya fácánkerti pihenőjében igazoltattak. Az embercsempész ellen büntető eljárást indítottak. 5 illegális migránssal az autójában bukott le az a 27 éves román férfi, akit az egyenruhások még október elején Fácánkert külterületén az M6-os autópályán ellenőriztek.
A kocsi egy pihenőben állt meg, ott igazoltatták a rendőrök a sofőrt. Ott, akik közül ketten indiainak, hárman szírnek vallották magukat, de sem a személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták. Őket előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd meghallgatásuk után visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az embercsempész ellen a Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán büntető eljárást indítottak, őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására, és 2022. október 8-án a szekszárdi járásbíróság őt letartóztatta. A Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság közlése szerint az embercsempészés büntet alapesetben 1 évtől 5 évig, minősített esetben akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 20,1%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább, jelentette be kedden a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 4,1%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 35,2%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér 76,2%, a sajt 68%, a tejtermékek, valamint a vaj és a vajkrém 66,3%, a tojás 53,7%-kal drágult. Rezsicsökkentés szabályainak augusztus 1-től hatályos módosítása következtében a háztartási energia 62,1%-kal drágult. Ezen belül a vezetékes gáz ára 121, az elektromos energiájé 28,9%-kal nőtt. A hagyományokhoz híven idén is ellátogattak a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolába azok az óvónők, akik a most első osztályos diákok útját egyengedték az elmúlt 3 évben. Az óvoda pedagógusok 2x20 perces órarészleteket tekinthettek meg, ezt követően pedig a tanítókkal egy szakmai beszélgetés során a gyerekek eddigi fejlődését értékelték ki. Tanítónéninek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 15. Jelentéssel kezdődik az első óra a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola első B osztályában. Ezúttal vendégek is érkeztek a gyerekekhez, ugyanis egykori óvónőik jöttek megnézni, hogy az elmúlt 6 hétben milyen tudásra tettek szert, hogyan illeszkedtek be az új környezetükbe. Ami most nehézség, az a délutáni bepakolás még egy kicsit, aminél oda kell figyelni, tehát hogy melyik könyvet viszik haza, tehát az olvasókönyvet, a házikósat, illetve hogy kulacs és a 10 óra is bekerüljön. Tehát ez még egy kicsit nehezen megy, illetve... Hát talán néha órára előkészülni, tehát arra még oda kell figyelni, hogy melyik könyvet veszük elő. Négyzet, kör, és háromszög. Nagyon ügyes vagy! Az óvodapedagógusok ilyenkor leginkább azt nézik, hogy a gyerekek figyelme mennyire tartós, illetve hogy mennyire bátrak az órákon. Kicsikét még engedékenyebbek lehetünk, hogy még azért talán óvodásabbként viselkednek, de azért azt gondolom, hogy azért 1-2 hónap alatt ennek mindenképpen változnia kell, és tehát, hogy igazán iskolásoknak mondhatják magukat. Most még azért kicsikét óvodásnak látom őket, de az aktivitás és az akarat az biztos, hogy megvan. Az iskolában csaknem 40 elsős kezdte meg szeptemberben a tanulmányait. Az órákat követően a tanítók és az óvonők egy szakmai beszélgetés keretében megvitatták a látottakat és tapasztalatokat cseréltek. Regionális híreink következnek. Segíti a településeket a rezsicsökkentésben a megye, energiapontot alakít a Baranyai Önkormányzat. Oktoberfest Bírjánban új játszóteret kapott a település a Magyar Falu Program segítségével. 40 éves jubileum, hagyományos táncokat láthatott a közönség Babarcon. Új elemmel bővült a Baranya Segít program. Az országban elsőként önkormányzati energiapontot létesít a Baranya megyei önkormányzat. A cél, hogy szakemberek bevonásával, energetikai tanácsadással és takarékosságot segítő jó gyakorlatok megosztásával nyújtson támogatást az önkormányzatoknak az optimális döntések meghozatalában, gazdaságosabb energiafelhasználás megvalósításában.
Sok fejtörést okoz a településvezetőknek, hogyan spórolhatnak az energián, hiszen ezek ára súlyosan érinti az önkormányzati kasszát, mondta a Baranya megyei elnök hétfőn. Őri László bejelentette, hogy a Baranya Segít program keretében energiapontot hoznak létre. Először egy szakmai kérdőívet küldenek ki minden önkormányzathoz a megyében, hogy felmérjék a helyzetüket. Ezeket kiértékelik a szakemberek első lépésként. Az önkormányzati energiapont energetikai szakembereinek a bevonásával szakmai energetikai tájékoztató fórumokat fogunk szervezni járásonként, ahol abban bízunk, hogy olyan gyakorlati tudást, jó tapasztalatokat fogunk tudni megosztani a kistelepülési polgármesterekkel, amely érdemben és hatékonyan fogja őket abban segíteni, hogy a következő hetekben a legjobb döntéseket tudják meghozni a település és az önkormányzat működő képességének megtartása érdekében. Szorít az idő, ezért olyan megoldásokat javasolnak majd, amikkel gyorsan és olcsón lehet csökkenteni a rezsiszámlákon, mondja az Energiapont szakmai vezetője. Például egy födémszigetelésen, amit nagyon gyorsan meg lehet oldani műszaki szaktudás nélkül is. Emellett adhatunk abban tanácsot, hogy milyen energiaforrást érdemes használni az egyes épületekben, hogyha van lehetőség egyikre a másikra átállásként, arra például, hogy az épületnek bizonyos helységei puffer, energetikai pufferzónaként lehessen használni. Egyelőre az őszi hónapokra szólnak ezek a javaslatcsomagok, amik segíthetnek a spórolásban. Baranya apró falvas szerkezetű, 301 önkormányzat van a megyében. Az ő működőképességük fenntartása a cél az országosan egyedülálló energiapont kialakításával, hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A Magyar Falu Program 5 millió forintos pályázati forrásából és 3 milliós önerőből készült el Birján új játszótere. A szabadidő parkot a település hagyományos Oktoberfest elnevezési kulturális programja keretében vehették birtokba a birjáni családok. A helyi horvát tánccsoporton kívül német kulturális együttesek léptek fel a hagyományos Oktoberfest rendezvényen Birjánban, majd Kressz Antal harmonika játékát élvezhette a közönség. A babarci művész zenetörténeti érdekességekkel is készült. A helyi német és horvát önkormányzat jó viszonyának köszönhetően a környéken élő népcsoportok egész évben több közös programot szerveznek. A nemzetiség élét az forrásszerzés is jelent állami költségvetésből a település számára. Teljesen mindegy, hogy éppen melyik rendezi azt az adott rendezvényt. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Ebben a háborúban terhelt világban alig a Covid után ránk fér minden ilyen ünneplés, mint amit itt ma Birjánban megélhetünk. A település pályázott és nyert a Magyar Falu Program óvodai játszóudvar közterületi játszóterek fejlesztése alprogramra. A játszóteret hétvégén az Oktoberfest rendezvény keretén belül vehették birtokba a birjáni családok. Kaptak 5 millió forintot, ez az támogatás, amit általában elnyerhet egy település, de mivel ez egy módos település, ezt megtorzották majdnem ennyivel, és egy jóval nagyobb játszóteret csináltak, amit, ahogy a polgármester terveit hallom, egy egész játszóvárossá akar fejleszteni. Van ott mellette még tér, ismerve az ambícióikat, alakulni fog ez tovább őkben is szépen. A kiírás célja, hogy minél több kistelepülésen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér. Hagyományos táncokat láthatott a közönség Babarcon. A helyi német nemzetiségi tánccsoport ugyanis most tartotta alakulásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból készültek ünnepi műsorral a táncosok. A babarci német nemzetiségi tánccsoport adott ünnepi műsort a baranyai településen. Jubileumát ünnepli az együttes, hiszen már 1981 óta működik a faluban. Jelenleg 4 korcsoport tevékenykedik a csoportban, kezdő, gyermek, ifjúsági és felnőtt. Utóbbi aranyfokozatú országos minősítést is kapott már. Ők léptek most színpadra és mutatták be koreográfiájukat. Vezetőjük Trejcné Becker Éva stábunknak elmondta, annak idején úttörő zenészekből állt össze a csoport. Először csak az első
években a helyi falvakban, környékbeli falvakban táncoltunk, svábbányitókon, más nemzetiségi délutánokon, öregek napján, amit természetesen nagyon szívesen tettünk, mert ugye a régi őseinknek a kultúráját őriztük, akiknek óriási örömöt szereztünk. Kezdtük ezt belföldön, utána ezt a kultúrát elvihettük Németországba, Ausztráliába 2000-ben, 2008-ban pedig Amerikába, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és ott éreztük igazán, hogy a kitelepítettek és kivándoroltak, mennyire megőrizték ezt a kultúrát. A koronavírus járvány idején töltötte be a 40 éves jubileumot a csoport, ám a korlátozások miatt akkor nem tudták méltóképp megünnepelni az évfordulót. Így most 40 plusz egy évvel alakulások után egy nagyszabású műsorral készültek a táncosok. Számos falu és környékbeli barát, családtag, ismerős vett részt az eseményen, és mondtak köszönetet a tánccsoport 4 évtizedes munkájáért. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Hamarosan véget ér az első szakasz, október 17-től számláló biztosok keresik fel a háztartásokat. Idősek napja Szekszárdon színházi előadással köszöntötték a szépkorúakat. Busz a Hungarika pályázat, Bátaszéken is várják a fiatalok jelentkezését. Elkapták a román embercsempészt, két indiai és három afgán férfit szállított az autójában. Szerdán front hatására eleinte erősebben megnövekszik a felhőzet, majd a délután folyamán a nyugat felől fokozatosan ismét elvékonyodik a felhőtakaró. Számottevő mennyiségű csapadék nem hullik. A hőmérsékletben sem várható változás, továbbra is 20 fok köré emelkedik a maximum érték. Éjszaka már túlnyomó részt csillagfényes égbolt várható. Párásodott a levegő, elszórtan kötfoltok is képződhetnek, gyenge lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!